Mielőtt megindul a forgatás, én elmondom, hogy egyszer megkérdezték tőlem néhány éve, azt hiszem, hogy 75 éves voltam, egy lap, hogy meséljek erről, hogy hányadik haza, meg mi egyéb, és mondtam, hogy 1940-ben születtem Bukovinában, és még nem érkeztem haza. Ki az, aki itt haza érkezett Magyarországon? Én nem érkeztem haza. Mert akkor fel. Az, hogy Bácskából telepítettek minket, idegen népek közé, szerbek közé, az darásvészek volt nekünk. Békességül minden nap végig éjszaka lövöldöztek fölöttünk, hogy nehogy elbízzuk magunkat, hogy ez a hely, ez majd állandó hely lesz. Akkor meg kiadták a parancsot, hogy 2 óra múlva el kell hagyni a ottani településünket, Hortibára, az volt a neve. Akkor én úgy éreztem, hogy hát hova, háború van, hova megyünk. És apám fogta a kocsirudat, egy lúgunk volt akkor, fogta a kocsirudat, ő végig kísérte ezt a több száz kilométert. Azt mondta, hogy majd csak lesz valahogy. A Esperes úr velünk jött, a Harigfalvi Esperes úr, és egy esős éjszaka után megkérdezik tőle, hogy hova merre Esperes, ugyanez a kérdés, hova merre Esperes úr? Azt mondja, hogy a következő nagyhatalmi döntésig. Na most lehet, hogy sokan mosolyognak, én azt mondom, hogy ma ugyanez a helyzet, ugyanezt éljük meg. A létünk a következő nagyhatalmi döntésig szól. Na, hogyha én hazamegyek Kisdorogra, akkor képi nyelven beszélnek Kisdorogon. És mondjak az Alkonyhoz majdnem kapcsolódó kifejezést, hogy az összeveszik Székely asszony, meg a Székely féli, akkor mindig az asszony kezdi azzal, hogy nem várom meg a napszentültét, hogy kibékül. Na szóval azért mondom, hogy ennek van megvan a maga szép tartalma, hogy ők képi nyelven tudnak még egymásra nézni is, mert ritkaság, hogy az emberek manapság elég sokat beszélnek. Nem biztos, hogy mondanak valamit. Amikor ilyen gimnáziumban jártak, és mondták, hogy hexaméter, persze voltam, kitalálták, hogy magyarázzák az ő hozzáértésüket, de a Hegedűs Éva osztálytársam, aki nagyon neves tülőgyógyász lett, az már első iskolában, már mondhatnám, hogy Jambusra meg Anapesztusra lépdelt be át a gimnáziumba, mert szembe lakott a gimnáziumban. Igazi verslábai voltak. Igen. És hát mindig ezért mosolygunk, ugye, hogy együtt próbálkoztunk, és akkor orvos szettén meg lettem, ami lettem. Minden versenyt ő nyert meg, ilyen költői betékedőt. Ezt is haragudtam, mert tudtam, hogy ő technikailag mennyire, hányszor orvosának értője, mint én. Én mindig később érő voltam, és ez a későn érés nekem nem mulasztás volt ez, hanem gazdagodás. Kivárni azt, hogy nekem itt és most kell megteremteni azt, ami csak a sajátom. Ha elnézzük erre a falra, ugye itt gyönyörű összeálltás látható, és itt megfér mindenki egymás mellett. Megfér Németh László és József Attila, megfér mindenki egymás mellett. És én azt hiszem, hogy ez azért arról is árulkodik, hogy a te irodalmi érdeklődésed nagyon széles körül. Mert ezek az alakok mind fontosak számodra. A munka és a minőség, ami összeköti ezeket az embereket, és azt hiszem, hogy én nem teszem rosszul, hogy megférnek egymás mellett. Sőt, nekem azért is kellene, hogy az ő feddő tekintetik, mit mond esetleg, hogyha valamit elvétek. Azon is gondolkoztam, hogy a nyomra érdemes emberek vannak itt kirakva. A
akiket nem úgy kell követni, hogy belelépünk a lábnyomába, hanem szellemiségükbe kell követni, eszmeiségbe, olyan vagy írói emberi magatartásba, ami mindenképpen követendő, és valahol jelezni akarom azt is, hogy valamikor a Galai János Szekszárdon végigment az egyik Sáros utcán, és akkor azt mondta valaki, hogy vigyázzon, mert itt járt nemrég a Vörösmarty Mihály, és ott a lábnyoma. Garai letértett és megcsókolta a lábnyomát. Szóval valaha ilyen volt az elődök tisztelése a mai korra, hogy nem tudok ezt hogy sem mondani.